Jó estét kívánok! A Millecentenárium jegyében rendezték meg az idei Baranya megyei könyvtári napokat. A program tegnap egy tudományos konferenciával kezdődött, ma egy különleges könyvkiállítást nyitottak meg, és sok más program mellett a könyvtárban ma nyílt napot is tartottak, illetve egész héten nyílt nap lesz. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kalányos Katalint, a Baranya megyei könyvtár igazgatóját. Baranya megyei könyvtári napok, mióta rendeznek ilyeneket Pécsett? Hát elég régóta rendezünk könyvtári napokat, de ilyen formában, mint az idei és az elmúlt évi, még nem rendeztünk. Az előzőeknek is és a mostaniaknak is megvolt a határozott célja, a szélesebb nyilvánosság elélépés, de az utóbbi években úgy vettük észre, hogy a hangsúly a könyvtárakra terelődött, ami az információhoz érés egyik fő központját jelenti. Ezért gondoltuk azt, hogy kicsit célzottabban egyrészt a könyvtár érdekében tesszük, másrészt a használók érdekében, hogy változzon meg a könyvtárakról a kép, hogy minél többen fordulhassanak a könyvtárakhoz. A mai nyílt napot már rengeteg diák látogatta a könyvtárban, ők ma ismerkedtek meg a könyvtár működésével. Gondolom cél, hogy a fiatalokat minél inkább beavassák a könyvtár rejtelmeibe. Igen, ez tudatos lépés volt részünkről, és azt is mondhatnám, hogy nem csak ma, hanem minden napi munkánknak ez egy alapgondolata, hogy az oktatással kell együttműködnünk, hiszen a leendő felnőtteket kell könyvtárhasználatra szoktatni. Ez nem is nyílt nap volt, hanem tulajdonképpen nyílt hét. Az egyik alapgondolat a Millecentenárium volt, a másik pedig a már tavaly meghirdetett közkönyvtárak éve. A Millecentenárium jegyében több ünnepi alkalom is van ezen a héten. Az egyik, ahogy ön is említette, a tudományos történeti konferenciánk. Ezen kívül könyvtárral, könyvművészettel foglalkozó konferenciánk is lesz ezen a héten. És ahogy jeleztem, számos az olvasóknak fontos akció és kedvezmény. Az egyik mindjárt a hét elején kezdődött, minden kölcsönzési díjból és beiratkozási díjból 50% kedvezményt adtunk. Azon kívül meghirdettük ismét az amnestia hetünket, de már bővített formában, ami azt jelenti, hogy nem csak otthon felejtett könyveket, hanem az első és második felszólítás alatt levő könyveket is vissza lehet úgy hozni, hogy nem kérünk késedelmi díjakat és postaköltséget sem. Minden generációnak van lehetősége bejönni a könyvtárba, az annak az akciónak a neve, hogy belépés nem csak olvasójeggyel, kicsit többet mást megismerhetnek, mint amit sima beiratkozás után ismerhetnek meg, hiszen a beiratkozás után rendszerint célzottan keresnek fel egy-egy részleget. Ma, amikor kevesebb pénz jut mindenre a kultúra területén, gondolom kevesebb pénz jut könyvvásárlásra is, és ezek mellett igen örvendetes az a hír, amikor fejlesztésekről számolhat be a könyvtár. Néhány héttel ezelőtt nyílt meg az internet szobájuk magyarországi közkönyvtárak körében először. Erre gondolom igen büszkék. Igen, büszkék is vagyunk rá, és azt tudom mondani, hogy valamennyi könyvtáros kollégám ráhangolódott erre, hogy volt a könyvtárnak egy nem túl nagyságrendű pénztartaléka, és szinte egyöntetően azt mondtuk, hogy erre kell fordítani. Úgy érezzük, hogy ez meg fog térülni, az információ feltárása az a könyvtárosnak is a tulajdonképpeni munkáját megkönnyítő módszer, és azon kívül úgy érzem, hogy ezzel is változtathatunk azon az elképzelésen, hogy a könyvtár az csak a hagyományos dokumentumokhoz való hozzáférés helye. Minden új eszköz és módszer rendelkezésére áll a használóknak. Ezzel is úgy gondolom. Hány olvasó jár rendszeresen önökhöz? Nagyon sok. Azt tudom mondani, hogy a mostani társadalmi helyzet, amiben azért a társadalmi helyzet alatt az anyagiak megváltozását is értem, elhozza az állampolgárokat a könyvtárba. Már nem tudnak olyan magánkönyvtárakat kialakítani, ami a saját képzésükhöz, akár kikapcsolódásukhoz megfelelne, és ez elhozza őket a könyvtárakba. Egy nap 600-tól 1300-ig, 1300 látogatónk is van gyakran,
és azt tudom mondani, hogy az idei statisztika a tavalyit már most felülmúlja. Tavaly a látogat, vagy a beiratkozott olvasóink száma 9500 volt, és most már elkerült a 8000-t, és még csak októbernél tartunk. Tehát van egy óriási igény a közkönyvtárak iránt. Mennyire elégedettek az állománnyal, a könyvállománnyal? Mennyire tudják követni az újdonságok megjelenését, illetve beszerzését? Hát azt szoktam én erre mondani, hogy ez még az itt és most állapota, hogy még nem lehet érzékelni az állományunkon azt, hogy nincs már meg a megfelelő összeg, a tervszerű, tudatos és megfelelő példányszámú állomány gyarapítása, de olyan nagy gyűjteményünk van, és az igények nem mindig korlátozódnak a friss új irodalomra, hogy azt tudom mondani, hogy még el tudjuk látni, különösebb reklamáció nélkül, de már jelentkeznek ezek a gondok, és talán ezek az új fejlesztések, amelyek az információkhoz való egyéb hozzáférést is jelentik, ezek kiegészítik majd egymást. Ez a hét, illetve ez a három nap azt hiszem nem csak az olvasóknak szólt, hanem a szakmának is. Tegnap ennek jegyében indult meg a tudományos konferencia a Pécsi Művészetek Házában. Baranya évszázadai, ezt a címet viselte a konferencia, a Baranya múltja és jelenje című milleniumi monográfia megjelenésének 100. évfordulója alkalmából rendezték meg. Nekem a monográfia két kötete, tehát amely 1896-ban jelent meg, az első 1897-ben. Második, az első volt az, ami számomra érdekesebbnek tűnt, tudnélik az a jelen állapotát írta meg, érdekes módon az első kötetben jelent meg a jelen, és a második kötetben a múlt. Úgyhogy az ottani, akkori állapotokat rögzítette szokásokban, földrajzi állapotban, klímában, mi egyébben, és ez egy mai gazdaságtörténés számára rendkívül hasznos és érdekes adatokat szól. Nekem mindegyik fejezet tetszett. A múltról szóló fejezetek azért, mert azt érdemes megnézni, hogy hogyan látta a múltat egy 100 évvel ezelőtt élt történész. Más emelt ki belőle, nyilvánvalóan. Ha jelent nézzük, akkor meg az az érdekes, hogy mit látott problémának, egész mást, mint a mai kor embere. Például rendkívül érdekesek a Baranya népeiről szóló fejezetek. Külön foglalkozik a németséggel, külön a sokacokkal így írva, és mindegyiknél a szakértő ember, aki megszólal, és mindent feldolgozott, a népszokástól, a népviselettől kezdve, a népmondákig, a versekig, mondókákig mindent. Rendkívül érdekes kép, egy nyugalmas kép, egy statikus kép. Az akkori pécsi baranyai polgárok nyilván ugyanúgy készültek a millennium megünneplésére, mint most mi ebben az évben a Mille centenárium megünneplésére. Milyen ünnepségek zajlottak akkor? Elsősorban az országos eseményekhez kapcsolódtak ezek az ünnepségek. Mind a két törvényhatóság, Pécs és Baranya megye is megtartotta a díszközgyűlését, ahol elhangzott a közünnepi felajánlások. Baranya vármegye díszközgyűlésén 3 felajánlás történt. Mohácson a László kórháznak a felépítése, Várodi Ferenc Baranya múltja és jelenje című monográfiájának az elkészítése, és az úgynevezett millenniumi kép megfestése. Pécs városnál pedig szintén a millenniumi kép megfestése, illetve Pécs városházának a felépítése, az új városházának a felépítése. A polgárok hangulata is tükrözte ezt a nagy ünnepet? Természetesen, hisz azért népünnepélyek voltak a város nagyobb területén, szabadidő parkjaiban, így a Tetjén, a Főtéren. A város zászló díszbe öltözött olyannyira, hogy amikor a városi lovas díszbandériumnak az ünnepi főpróbája volt a Tetjén, akkor a 200 évvel ezelőtt adományozott szabadkirályi rang ünnepi díszzászlóját akkor avatták fel még egyszer, restaurálás után, és millenniumi szalaggal látták el. Több ezer polgár volt ekkor a Tetjei népünnepélyen, és vonultak le a városháza elé, ahol a polgármester helyettes fogadta az ünnepi zászlót és a küldöttséget természetesen. Múlt forrásait, dokumentumait kutatva, lapozgatva úgy érzem, a mai kor embere kicsit bironkodhat, hogy ahogy ezt az 1100 esztendőt most ünnepeljük, ahhoz képest, hogy annak idején 100 évvel ezelőtt nagyapáink, ükapáink ünnepelték az ezred évet, a millenniumot.
Ma délelőtt egy nagyon érdekes, nagyon különleges könyvkiállítás nyílt a megyei könyvtárban a könyvtári napok rendezvényeként. Régiségek és ritkaságok a Baranya megyei könyvtár gyűjteményéből. Ezt a címet viseli a kiállítás, és aki megnyitotta, dr. Súrján Miklós főkönyvtáros, szeretettel köszöntöm a stúdióban. Azt hiszem, a kiállítás címe sok mindent elárul, de mégis milyen könyvekbe lehet belekukkantani itt a kiállítás kapcsán? Alapvetően kétféle könyvértéket, kincset próbáltunk az állományból kiválasztani és bemutatni a látogatóknak. Az egyik a ritkaság gyűjteményből jó néhány kötet. Ezek 16. századtól kezdve egészen a 18. század elejéig kerültek kiadásra, és néhány valóban rendkívül értékes kötet van közöttük. A kiállítás másik részében viszont századfordulót követő évtizedből állítottunk ki nagyon sokat, például rengeteg, szóval kb. 8 kötet, Adi első kiadás kötetet, azután dedikált könyveket, és különlegeségként jeles magyar, 20. századi magyar szerzőknek külön a megyei könyvtárnak dedikált köteteit. Feladata egy közművelődési könyvtárnak ezen régi könyvek gyűjtése? Nem, semmiképpen sem feladata, de viszont kötelessége megőrizni mindazon régi könyveket, vagy mindazon értékeket, amelyek valamilyen módon bekerültek a könyvtár állományába. Ezen válogatás úgy tudom, hogy egy híres pécsi ember Kelemen Mihály nevéhez fűződik, illetve az a gyűjtemény, amiből önök kiválogatták ezeket. Nagy része valóban a Kelemenféle hagyatékból származik. Kelemen Mihályról annyit kell tudni, hogy Babits Mihálynak anyai nagybátyja volt, Babits Mihály nála lakott gimnazista évei során, és Babits maga is használta azt a mintegy 6000 kötetes házi könyvtárat, amelyet ez a nagybácsi, aki egyébként katonorvos volt, összegyűjtött. Úgyhogy külön érdekessége egyébként a kiállított köteteknek két Babits mű, amelyet ennek a nagybácsinak, Kelemen Mihály törzsorvosnak ajánlott. Itt egy dedikációt látunk éppen Babits Misi aláírással. Igen, erről van szó. Ez a gyűjtemény hogyan került a könyvtárhoz? Úgy tudom, kalandos útja volt. 1919-ben halt meg Kelemen Mihály, és a majdan létrehozandó városi könyvtárra hagyta a gyűjteményét. Nos, negyed század múltán 1943-44-ben jött létre Pécsváros közművelődési könyvtára, a Baranya megyei könyvtár jogelődje, és mindaddig, amíg ez meg nem történt, addig részben az, a Városi Múzeumban, részben az Egyetemi Könyvtárban raktározták, és csak azután került a könyvtárba. Sajnos az 50-es években nagyon rossz körülmények között volt ez a gyűjtemény, így sok tönkrement, illetve elveszett belőle. Ezek a könyvek hozzáférhetők a mai olvasók számára? Egy részük már bent van rendesen az állományban feldolgozva, ezek természetesen hozzáférhetők, más részük még várat magára, tehát nincs katalogizálva. Ezt a kiállítást meddig nézhetjük meg a könyvtár régi olvasótervében? Ezen a héten mindenképpen meg lehet nézni. Az érdeklődéstől függően hosszabbítunk esetleg a jövő héten is. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Kedves nézőink, önök a Baranya megyei könyvtári napok rendezvényeiről hallottak, láthattak stúdióbeszélgetést. Figyelmüket köszönöm, viszontlátásra!